A helyiek mellett kaposvári, komlói, pécsi, valamint a sásdi kistérségből érkezett termelők, kézművesek kínálták portékáikat a sásdi adventi vásáron vasárnap. A rendezvény a helyi civilek összefogásában valósulhatott meg, egy év kihagyással, immár második alkalommal. Tavaly ugyanis a pandémia miatt elmaradt a karácsonyváró rendezvény, idén azonban más helyszínen, de újra megtelt árusokkal a település egyik központi helyszíne. Ezt az adventi vásárt először 2 évvel ezelőtt szerveztük meg így civilek, ebben az évben is próbáltuk így megszervezni. Az önkormányzat támogatta természetesen az egész folyamatot. A vásárosok azok főleg ételekkel, italokkal, illetve kézműves termékekkel jöttek ki, és hát elég jó hangulat volt a hideg és a rossz idő ellenére. A karácsonyra hangolódó rendezvényen a Mikulás is várta a gyerekeket, akinek még segítői is akadtak. Az angyalkák azok a Mikulásnak a jegyét osztogatták a gyerekeknek, hogy ide találjanak, és ő hoztak ajándékba nekem egy ilyen jegyet, és akkor kaptak egy lufit és egy szaloncukrot. Az adventi vásárról megmaradt szaloncukrokat, csomagokat és süteményeket a helyi óvodának ajánlották fel a szervezők.